idős személy szó szerint életveszélyben volt, és a tudatállapota már egy olyan szintet ért el, hogy önálló nem tudott volna kijönni ebből a égő ingatlanból. És önök óriási bátorságról tettek tanú bizonyságot, amikor egy füsttel gomolygó épületből ezt a személyt kihozták, és így megmentették egy honfitársunk életét. Gratulálunk ehhez a munkához, gratulálunk a szorgalomhoz, a hitvalláshoz, illetve hogy esküvőkhöz híven végzik a munkájukat, és ezen a munka során szerintem az egyik legnagyszerűbb dolgot tudták véghez vinni, mégpedig emberi életet megmenteni. Gratulálok, a munkájukhoz további sok sikert, kitartást kívánok! 2020. december 29-én este 8 óra után kollégáimmal együtt lakástűzhöz riasztottak minket. A címre kiérve láttuk már az utcáról, hogy az egyik földszinti lakás lángokban áll. A lépcsőháznak a bejárata nyitva volt, bementünk. Az egyik lakás ajtaja is nyitva volt, ahova benéztünk, láttuk, hogy egy idős hölgy sokkos állapotban van. A kollégáimmal együtt bementünk a lakásba és kihoztuk őt, utána átadtuk a mentős kollégáknak. Ezt követően két kollégám még visszament az égő lakásba, mert nem volt információ arra, hogy tartózkodik-e más személyben. Ekközben a helyszínre érkeztek a katasztrófavédelem munkatársai, akik megkezdték az oltási munkálatokat. Ezzel egy időben megkezdtük az épület kürítését, ahol akkor már teljesen szétterjedt a füst.